Pro Cooperatione emlékéremben részesül, Magyarország ügyészségével kialakított kiemelkedő és hatékony szakmai együttműködéséért dr. Handó Tünde úrnő, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Mosolyogva vette át Polt Péter legfőbb ügyésztől a kitüntetést Handó Tünde, köszönő beszédében Márai Sándort idézte. Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen, felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Miközben az Országos Bírósági Hivatal elnöke kitüntetést vett át és az ünnep fontosságáról beszélt, az országgyűlésben arról szavaztak, hogy a posztján maradhat-e. Az Országos Bírói Tanács 2019. május 8-án határozatot fogadott el, amelyben indítványozza dr. Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének a tisztségétől való megfosztását. A bírói tanács az a testület, amely a törvény szerint felügyeli Handó Tünde tevékenységét. Azért kezdeményezték Handó Tünde felmentését, mert szerintük az elmúlt években törvénytelenül érvénytelenített bírói pályázatokat. A hallgatást azért nem lehetett tovább tartani, mert úgy láttuk, hogy ha nem tesszük meg ezt a lépést, akkor mi is részeseivé válunk ezeknek a törvénysértéseknek. 2012 óta ugyanis Handó Tünde dönt a bírói kinevezésekről, a bírói tanács azonban hiába talált jogszerűtlennek döntéseket, az országgyűlés kormánypárti többsége nem szavazta meg a leváltását. Hivatali elnöki tisztségétől nem fosztotta meg. A Jobbik ennek ellenére is azt mondja, Handó Tünde elvesztette a bírók bizalmát. Teljesen mindegy, hogy mi a szavazásnak az eredménye, de ki kell mondani, hogy Handó Tünde megbukott, és ha más nem, közjogilag nem is, de egyébként a tisztségétől a saját bírói kara, a saját szakma már megfosztotta őt. Az igazságügyi miniszter korábban azt mondta, neki nem tiszte megítélni Handó Tünde munkáját. Ön szerint kifogásolható Handó Tünde munkája? Kérem szépen, a bíróságok függetlenségét mindenkor az igazságügyi miniszter tiszteletben tartotta. Korábban több bíróság vezetője is kiállt Handó Tünde mellett, és ő maga is azt mondta, hogy mindig betartotta a törvényeket. Az országgyűlési szavazás után szinte rögtön eredménytelennek nyilvánította a fővárosi törvényszék elnöki tisztére kiírt pályázatot Handó Tünde. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke szerint ugyanis az egyetlen állva maradt pályázó, Vadász Viktor, személyes meghallgatását és pályázatát is az idézem harc és a fővárosi törvényszék és a pályázó elleni támadás víziója hatotta át. Miközben Handó szerint Vadász arról egy szót sem ejtett, hogy a bírósági szervezet hogyan erősíthető egy tetrekész vezető által.